Székesfehérvári Szent Imre Általános Iskola adventi koszorúján az Öröm gyertyáját Csák Lajos igazgató meghívására idén is Spányi Antal székesfehérvári püspök gyújtotta meg. A sok éves hagyománynak megfelelően a diákok bensőséges, karácsonyváró, verses, énekes műsorral készültek az ünnepségre. Az igazgató megköszönte Ugrich Tamás iskolabiztos jó szándékkal, sok energiával és erőfeszítésekkel végzett munkáját, ami az iskolában eltöltött sok időt is jelenti. Egy gyermek természetszerűleg karácsony ünnepén az ajándékokat várja, de egy katolikus iskolában azt is megtanulja, hogy ezeknek az ajándékoknak alapja Jézus Krisztus szeretete, hogy Isten úgy szeretett bennünket, hogy egyszülött fiát adta oda érte. Azt tapasztalom, hogy iskolánk lelki nevelésében fontos helye van ennek a ténynek, fontos helye van ennek az ünneplésének. És a gyermekek, ahogyan örömmel készülnek adventi időben a karácsony ünnepére, ezt is hordozzák magukba, ezt is beleépítik lelkükbe, az ünnepükbe, hogy ne csak a láthatóra, hanem a láthatatlanra is fordítsák figyelmüket. Ahogy épül az iskolánk külsejét tekintve, hogy szeretnénk építeni a gyermekek lelkében a hitet, Krisztusból fakadó szeretetet, és a családokban is megerősíteni azt a nagyon fontos alapigazságot, hogy karácsony Jézus Krisztus szeretetétől ragyog igazán, ő teszi karácsony ünnepét maradandóvá, mindenki számára olyan értékké, amelyet ragaszkodunk és amelyet szeretnénk megőrizni. Advent mindig különleges időszak, tele van a kicsik és a nagyok szíve is várakozással, mondta a főpásztor a gyerekekhez szólva. A gyerekek megkapják azt a lelki-szellemi nevelést, amely alapján a keresztény kultúra, a magyar hagyomány bele tud költözni szívükbe és lelkükbe, és ezt nem csak mint egy tudást hordozzák, hanem ez eltölti az ő életüket és szívüket is. Nagyon érdekes és különleges minden esztendőben az adventi idő, ami tele van annyi hangulattal, annyi kedvességgel, annyi készülődéssel, annyi várakozással. Mindez egy keresztény szellemiséggel átszínezve, átjárva, hiszen az a lényeg, hogy a jó Istenre várunk, hogy Isten számára készítjük elő a szívünket, őt akarjuk befogadni, nem csak egy estéjén az évnek ünnepelni az ő születését, hanem minden nap a szívünkbe fogadni és hordozni. Advent harmadik hetében az iskola karácsonyfáján még tovább sokasodnak a tanulók színes papírdíszekre írt jó cselekedetei. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek.